úgy másfél évvel ezelőtt... 20 hónapja. Tucatnyi testvérünkkel. 15 testvérünkkel éppen külső országba kocog... Amikor a Lipcse felé vezető úton Brandenburg és Szászország határán már 100 oldalon! Egy pompás lovag várhoz értünk. Különleges produkciót láthat a közönség a Krúdi Kamara színpadon. Az izgalmas történet középpontjában egy tragikus hős, Kolhász Mihály, lókereskedő áll, aki jogkövető állampolgár, hisz a jogbiztonságban, elfogadja annak szabályait. Azonban súlyos sérelem éri, elkobozzák a lovait, és mivel sehol sem talál jogorvoslatot, kénytelen a maga öntörvényi módján keresni az igazát. Bár a Kleist által megírt történet a 16. században játszódik, a rendező Horváth Illés szerint ma is érvényes gondolatokat vet fel. Alapigazságok vannak benne megfogalmazva. Az ember, az emberi problémák, az embernek a jelleme, a személyisége, azok a gondok, amikkel az ember küzd, vagy örömök, amik érik, azok szerintem, amióta humánum van, azok ugyanazok, legalábbis nagyon hasonlóak. Úgyhogy ez egy örökérvényű felvetéseket megfogalmazó színdarab. Egyébként anakronisztikusan állítjuk ki, tehát nem korhűjelmezekben, hanem mai ruhákban főleg, úgyhogy azt gondolom, hogy a néző nagyon közel fogja érezni magához a történetet. A műből több mint 20 dramatikus feldolgozás mellett opera és film is készült. A Nyíregyházi Teátrum Tasnádi István 1999-ben írt színdarabját játssza. A főszerepet Géczi Zoltán alakítja, aki már tavaly is dolgozott a társulattal két előadásban, de a pandémia miatt a közönség még csak most láthatja színpadon. Ez egy rendkívül tisztességes, jó állampolgár, jó családapa, jó gazda, jó kereskedő. Egy tisztes polgár, aki egy tulajdonképpen apróságnak látszó ügyön annyira fölidegesíti magát, hogy végül városokat rombol le. Egyébként van is a Kolhász-szindróma, ez egy létező pszichológiai jelenség, hogy valós vagy vélt ok alapján valaki teljesen elveszti a tűrőképességét, és dühöngeni kezd. Vele ez történik a darab során. Az előadás zenéjét Zságer Varga Ákos szerezte, a koreográfus Blaskó Borbála. A zene és a koreográfia könnyedebbé teszi a fontos mondanivalót. A főbb szerepeket Géczi Zoltán mellett Munkácsi Anita, Ijés Ákos, Kulácsi Tamás, István István, Tóth Károly, valamint Széles Zita alakítják, és a teátrum új fiatal művészei is bemutatkoznak.